Na, hát ahogy a korábbi epizódokban említettem, illetve hát leginkább itt a tűzdémonos történet után, hogy azt fogom csinálni, és végül is azt is csináltam, hogy nagyjából berohangálom a világokat. Tehát nem megyek most még a sztoriba végig. Ugye elvileg ez a Flame Mountains, ez kész. Itt volt ez a tűzdémon, vagy Flaming Beast, vagy mi az Isten volt a neve. Meg elvileg kimaxolva ezen a területen egy aranyládát nem engedett, de azt még nem tudtam kinyitni. És az összes többi területen pedig csak egy ilyen gyors berohangálást csináltam, mégpedig pont azért, mert ugye a karakternek ezek a képességei, az eszközei, illetve a tárgyak, a HP, a stamina, stb. Minden úgy fejleszthető, hogy gyűjteni kell hozzá nyersanyagot, mégpedig ilyen köveket. Ingyen mutatom, leginkább ugye ezeket. Ez a kő az Ability Stone, tehát ez a tulajdonképpen az XP a játékban. Ezzel tudunk a skill tree-n új cuccokat kioldani, ez jön mindig, tehát ezt kapjuk állandóan. Viszont ez a négy típusú kő az, ami kell nekem az eszközöknek a fejlesztéséhez, és ez elég foghíjas. Most már azt hiszem csak a sárga, ami kell még nekem fejlesztéshez, majd mindjárt átmegyek egy ilyen fejlődési területre, és megmutatom. És igazából még ez a gombócka, azt hiszem ez HP, ez stamina, ez a jó töltények gyártásához kell, az egyedi töltényekhez, ez meg a, azt hiszem a kaja gyártáshoz talán. Mindjárt keresek egyet, és megmutatom, hogy jelen pillanatban hogy állunk. Egyszerre nem tudom kimaxolni, annyira sok cucc kell, de most már azért lényegesen jobban állok, egy fél pillanat. Na, eljöttem egy ilyen fejlődési területhez, ugye itt négy típusú oltár van, ez tudja a HP-t és a staminát fejleszteni, így állok, mert mind a kettő csak kettőre van a maximumtól, de iszonyat mennyiségű nyersanyag kell hozzá, tehát még így is 480 kellene és 237 van, még csak ahhoz, hogy az utolsó előtti meglegyen, illetve itt is hasonló a helyzet, tehát ezért ez maximumra még nem most fog kerülni. Kaja tekintetében abból a szempontból jók vagyunk, hogy elvileg ugye itt a fejlesztésnél, tehát ugye mindegyiket javíthatjuk, HP-t növel, tehát gyógynövény, staminát boostol, armort és támadási értéket növel, ez mindegyik fejleszthető, elvileg ez mindegyik kimaxolva, tehát hogy a lehető legjobb hatást érjük el vele, illetve ugye a tár kapacitást is növelhetjük, azt nem itt főzni lehet, hanem azt itt. Azt hiszem már azt is kimaxoltam, igen. Tehát ez a közelharci fegyver kimaxolva, a csúzli szintén, ez a kaja kapacitás 18 a maximum az is. Ez elvileg a shield, ha minden igaz. Ez az armor, és ezt még mindig nem sikerült, ez a kis töltények, a kis kavicsok a csúzliba. És hát 35 sárga köven van, és 132 kellene, tehát azért az még egy kicsit messze van. De lényeg az, hogy relatíve már elég közel a cuccnak a kimaxolása ilyen tekintetben. A skill tree meg olyan nagyon nem érdekel, mert annyira összetett mozgások ezek, hogy nyomd meg 23-szor ezt, aztán kétszer azt, meg 14-szer ezt, és aztán 8-szor a másikat, hogy nyomogatom a gombot, mint egy vadbarom, és aztán így jönnek az eredmények. De itt is elég jól állok, szóval így ez az ág, ez a teljes jobb oldal, ez cirka kipucolva, ebből nyilván csak egy, mert ez a következő boss legyőzés után lehet majd csak fejleszteni, és akkor itt van még csak pár dolog, de nem olyan nagyon hat meg. Szóval a lényeg az, hogy HP-t, staminát tudok még fejleszteni kettőt, ez ugye elvileg minden lényből így potyog kifelé, a kaja a legerősebbre fejlesztve mindegyik és a maximum tárkapacitásra, és lényegében már csak a tölténykéket lehet fejleszteni, illetve ennek is csak a kapacitását, tehát ezek a speciális töltényeknek a kapacitása most 9-ről 10-re fog emelkedni, azért nem egy észveszejtő különbség. Úgyhogy alapvetően a világ az továbbra is nagyon szép, tehát teljesen elégedett vagyok vele, nagyon jó a grafika, hangulatos, jók az animációk, jók az effektek, szerintem tök oké, szóval tényleg meglepően tartalmas, szórakoztató és jó a játék, az előző küldetésnek a vége is, ez a tűzdémonos labirintus, azért most egy picit többet sebb ez a csúzlim, tehát azért ez érezhetően javult, rengeteg cuccot már nem tudok lootolni, mert hogy maxon van, tehát így lövögetem ezeket a nyersanyagokat, és nem tud, elég sok hasonlóság van az állatok között, de azért most már vannak eltérések. Tehát itt vannak ilyen hó őzikék, meg hó szarvasok, ilyen unikornis-szerű kinézettel, de egyébként nagyon sok ismétlődés van, nagyon sok állat nagyon hasonló, azt hiszem a tököt se tudom már lootolni, igen, mert tökre tele vagyok vele, ha.
Ó, ott még van piros, az jó, mert az már nekem nem kell. Szóval, hogy azt fogom csinálni, meg egyébként teljesen frankó megmarad a nyoma a hóban. Most ezek tudom, hogy ilyen apróságok, de tök jó, hogy egy ilyen, mit tudom én, God of War-nál elhasarunk ettől, hogy azt a mekkora kurva, jó? De egy cukkerjátéknál nem hasalunk el, mert a cukkerjáték az gagyi és szar. Szóval én szerintem ezen egészen nyugodtan lépjen mindenki tovább, és ne csak a komoly tartalmú játékot ismerjük el, hogyha az jó, hanem az ilyen... Sorry, csak közben kicsit beteg vagyok. Szóval az ilyen cukkertartalmú játékot is el lehet ismerni. Hogy egyébként korábbi videókban is itt az elmúlt pár alkalomban, hogyha vannak olyanok, hogy mondjuk egy 5 másodpercig csendben maradok, akkor nem azért, mert hülye vagyok és nem tudok folyamatosan beszélni, hanem mert köhögtem, csak kivágtam a hangot, hogy ne kapjon mindenki idegbajt attól, hogy telek köhögöm a fülét. Úgyhogy sorry. Tehát, hogy vonatkoztassunk el attól, hogy ez egy ilyen kis bébirépa kinézetű rajzfilm manó, és próbáljuk meg úgy kezelni, hogy ettől függetlenül tényleg egy nagyon frankó játék, nagyon frankó tartalommal, tehát teljesen, ha minden játékban ennyi, hogy mondjam, tartalmat, meg ennyi ilyen szívvel, lélekkel készített dolgokat belepakolnának a gyártók, akkor tök király lenne, mert néha egy rohadt nagy cím egy zsákszar, mert úgy vannak valahogy, hogy ó, hát úgyis nagy név majd eladja. Úgyhogy itt nem nagyon találkoztam olyannal, ami nekem ne tetszett volna, vagy ami problémás lett volna. Itt megint egy aranyjeti. Teljesen jók a grafikai megoldások. Ezek a dungeonok, amikkel kellett haladni. Teljesen, hogy mondjam, ideálisan van beállítva szerintem. Tehát se nem túl nehéz, se nem túl könnyű. Most ez kicsit fejbe vágott, de jött a gyógyító mező. Tehát, hogy teljesen jó a nehézsége. Nem arról szól, hogy ilyen agyatlan, bugyutan nem tudod kihívásként kezelni. Meg arról sincs szó, hogy olyan nagyon rohadt nehéz szar lenne, hogy halálba idegesíted magad. Hanem tényleg kis logikával, kis ügyességgel, 2-3-4-5 próbálkozás után azért vígan meg tudod oldani. Úgyhogy egyébként szerintem bárki, tényleg akár egy kisebb gyerek is, mert ilyen cukkerek benne az ellenségek. Tehát nem fröcsök benne a vér, nem szakadnak le fejek meg végtagok, hanem ilyen cukker lényeket kell lezúzni, még a gonosz lények is cukik. Szóval, hogy összességében teljesen oké a játék. Tehát szerintem tényleg tartalmilag nincs se túltolva, se alullőve, hanem egy ilyen ideális, normális nehézség, tartalom és összetettség. Szerintem nagyon kellemes, tényleg. Nyilván nem fogunk még 20 év múlva is a kakürről beszélni, azért ilyet nem állítanék, de szerintem, tehát annak, aminek kínálja magát, annak teljesen oké. Úgyhogy, na, nem akarom itt szaporítani a szót. Azt fogom csinálni, hogy mivel azért zömében viszonylag sok az ismétlődés, tehát ezen a területen is ugyanaz a feladat. Körbejárok, megszerzem ezeket a tornyokat, megoldom a logikai feladványokat, és kiveszem a köveket. Azokból a kövekből ugye 4 lesz a valid, 4 lesz az, amivel a fő templomot kinyithatjuk a végén, és le kell győzni a bosst. Ezek azért szintén nem egy olyan észveszejtő logikai feladványok, valami tök könnyű, valami egy kicsit nehezebb, de mind megoldható viszonylag könnyen. Ezek ugye a kis táborkák, ezeket kipucoljuk, mindegyikben van egy láda, különböző lootok. Ezek a képességfejlesztő oszlopok, körbejárjuk és busztolgatjuk a karaktert, és ezek pedig az ilyen dungeonök, ahol ügyességi, logikai feladvány kombinációkkal tudunk haladni, és ott is mindig valamiféle bónusz, lootot, tárgyat vagy kristályokat szerezni. Úgyhogy én szerintem azt fogom csinálni, tehát most igazából egy azért, mert legalább mindenki maga végig tudja játszani, aki szeretne, kettő azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy néző szemmel ez olyan nagyon izgalmas tud lenni, inkább az érdekesebbeket fogom a végén megmutatni, maximum egy hét ilyen melléküldetést, illetve hát a bosszokat, meg a játék végére kíváncsi vagyok, úgyhogy azt fogom megmutatni. Most valószínűleg egy lényegesen nagyobbat ugrunk majd a történet szába, kb. Ezt fedeztem fel a legkevésbé, úgyhogy ide fogok most még lejönni kristályt farmolni, és aztán akkor, hát ugye 4 jelen van, ez a tűz, ez a szél, ha minden igaz, ez a föld, és ez a levegő talán majd kiderül. Nem vagyok benne teljesen biztos. És ha meglesz ez a 4 elementál kő, akkor fogunk tudni bejutni a végső nagy templomba. Úgyhogy akkor valószínűleg az lesz, hogy én még rohangálok, gyűjtök, farmolok, és amikor úgy kb. Elérkezett a pillanat, hogy lezúzzam a bosszokat, szerintem akkor fogok visszatérni majd további
rögzítéssel, felvétellel, viszont ez is marha jól néz ki. Tehát ott a hegy oldalán egy kis ilyen homoklefolyás, fúj keresztbe a szél egy kis porral, kicsit így hullámzik a levegő, úgy egy remeg a levegő a melegtől. Szóval komolyan mondom, tényleg próbáljuk meg elvonatkoztatni attól, hogy ez egy ilyen kis rajzfilm karakter kiscsákó, ha most ez egy ronda kinézetű barbár lenne, és egy kicsit másmilyen világ, akkor mindenki lefosná a bokáját, hogy mekkora király. Én nem gondolom, hogy tényleg azért, mert valami cukker, inkább az, hogy próbálnak a kisebb gyerekek felé is nyitni, de tartalmi szinten szerintem nagyon korrekt a játék, és van benne tartalom bőven. Egyébként még annyit akartam mondani, hogy ezek a harcok sem annyira gagyik, mint amennyire elsőnek tűnnek. Most már azért eléggé overkill vagyok, de az elején azért megszenved bele az ember, mert nagyon sokat sebeznek az ellenségek, és komolyan taktikázni kell. Tehát nincs az, hogy beleállsz, ütsz, mint egy állat, az kész. Rengeteg játék van, ahol pont a harcrendszert fikázzák, hogy teljesen agyatlan nyomogatod a gombot, azt az nyer, aki gyorsabban tudja nyomogatni a gombot, azt kész. Itt azért nem erről van szó. Itt egy új tábor, meg egy új láda, szóval van még mit felfedezni, kicsit még... szegény. Ez egy lövéstől meghalt? Jó, most már azért brutális, hogy sebzek a csúzlival is. Igen. Jó, hát ki van maxolva teljesen, tehát egyébként az is a jó, hogy ugye területeken belül is, azért ez így ideugrik az arcomba, területeken belül is, ahogy haladsz előre, tehát itt ez az alapterület, amikor megérkezel, az ugye viszonylag gagyi, mert ő nem tudja, hogy melyiket kezded először. Tehát lehet, hogy ezt kezded először, és akkor még kis ratyi vagyok, és ide nem tehet szemét ellenfeleket, viszont ahogy az adott területen haladsz előre, ugye a zárt területek, a dungeonök, a küldetés szállal, így kicsit további elzárt területek, ott már combosabb ellenfelek vannak, tehát nem fogok ennyit sebezni mindenhol, mint itt. Úgyhogy, na jó, hát egy szónak is, vagy száz szónak is egy a vége, egy szónak is, egy a vége, de száznak is, hogy szerintem ez egy tök cukker játék, és szerintem, ha már beleöltem ennyit, most olyan 22 órát ír kb. A Steam, tehát azért rohangált a meleget ezen a maradék három területen. Ha már ennyit beleöltem, akkor szerintem ezt végig fogom játszani. Meg egyébként már csak azért is, mert tényleg tök kíváncsi vagyok. Nagyon jó pofa átvezető videók vannak benne. Szerintem valószínűleg lesz valami jó pofa kis vége videó is. Teljesen klisés az egész, nincs giga nagy sztori. Mondom, egy ilyen kis kellemes rágógumi játék, viszont szerintem hozza az elvárható, talán még kicsit a fölött is, már csak azért is, mert nem vártam el semmit. Ahhoz képest meg aztán tényleg sokat hozott, úgyhogy hajrá kakü, és akkor irány a későbbi tartalom egy nagyobb ugrást követően. Wow, na itt ezen a sivatagos területen ez az egyik fő gonosz talán, vagy nem is tudom, ez kicsoda, akit üldözünk egy ideje. És itt most... egész jó sebzéseim vannak, csak az, hogy nem tudom, hogy hogy szedem elő. Közben folyamatosan gyógyít ez a gyógymező, nem kéne, hogy lelökjenek a szikláról a rohadt életbe. Ő is leesett? Nem. Jó, mindegy. Legalább feltöltöm magam, gyorsan visszaszaladok. Tehát elvileg ezek a... vagy ez az NPC, ez valami kis vezéregér itt ezen a területen. És valószínűleg el kell látnunk a baját. Igen, itt azért az a baj, hogy egy pár helyen már erre figyel, hogy amíg nem megyek eléggé közel, és cirka nem lépek bele a küzdelembe, addig nem tudom sebezni. Sajnos. És most már azért eléggé ki vagyok maxolva, mert azt hiszem, mind az armorom, mind pedig a közelharci fegyverem maxon van. És azért még így is ennyi velük a küzdelem. Tehát nem tudom, mi lenne, ha nem lennék feltápolva, akkor... ez mi a franc ez a lila? Igen, szóval támad ez a rohadt állat. Rohadj már meg. Tehát nem az van, mint más játékban, hogyha ütöd, akkor addig ő elfelejt támadni. Hanem... Jaj, veszélyülök a hegyről. Na jó, és akkor te? Most téged kell kinyírnunk? Hát erős sem. A frances sem beléd. Mondjuk ennek túl sok sztaminája nincsen, de... viszont nem kábul el. Cserébe. Jó, hát akkor ez az lőd, az oszlopott a barom. Ó!
Ez zömében menekül, ez egy ilyen mage-szerű karakter, gondolom talán nincs túl sok HP-ja. Viszont annál több sebzése, de most talán sikerült beszorítani ezt egy gyökagyukretént. Innen már nem jössz ki. Testőreid voltak a táposak, te nem vagy túl tápos. Ennyi kinyírtuk? Ez ilyenkor általában azt szokott lenni, hogy nulla HP-nál megáll, és akkor beszélget egy kicsit, hogy jaj, ne bánts, és miért ne bánts. És az még ott nincs kész. Az mondjuk abszolút lehetséges, ja, marhára nincs kész. Jó. Oké, tehát ez elvileg egy ilyen küldetés szakasz volt, hogy ezt zúzzam le, és ezt lezúztam. Úgyhogy az ott kész, mert az már sárga. Hát itt nem nagyon most semmi más. Wow! Hát igen, ezekre az esésekre oda kell figyelni. Volt már nem egyszer, nem kétszer, hogy úgy pusztultam el, hogy leestem valahonnan. Töltsük vissza magunkat. Jó, és akkor bemegyek ebbe a dungeonbe, még ezt is itt megnézem. Szuper barátságos lény jelent meg ismét. Jó esetben vele nem kell harcolni talán, hanem a neki előre fölállított csapda talán elkapja, de úgy első ránézésre túl kicsi lesz ez a csapda. Főleg, hogy el se jön erre. Az még mindig él, ezt már egyszer kinyírtuk, nem? Jó. Hát, sokkal nem jutottunk előrébb, sajnos. És még mindig nagyon vacak a feltérképezettségünk. A kristálytoronyból 3 a 10-ből, ne szívass már! Hol az összes többi? Ja, így ezen a területen. Jó, hát akkor még kell egy kicsit futkosnom. Na, követem az óriás kukacot. Úgy néz ki, hogy kifejelt egy barlangnak az oldalát. És nyitott nekem egy új átjárót. Aha, igen. Hát ez szokott lenni, hogy a sztori, amit korábban említettem, hogy a sztori tekintetében, ha tovább haladunk, akkor nyit ki újabb és újabb területeket a játék, tehát itt ugye korábban nem tudtam átjönni, most már át tudok, és ismét egy hatalmas terület, amit lehet lootolni, ahol újabb tornyokat lehet és kell találni, újabb köveket gyűjteni, hogy aztán majd kinyithassuk a templomot. Úgyhogy haladok tovább. Na, jön az invázió. Az sokat érünk egy csúzlival. Ezek jók, ezek az ilyen tömegjelenetek. Ez nem ez a hordában volt, hanem ezek utána futottak itt a vízparton, úgyhogy ezeket még itt le kell durrantani egy párat. És azt a kis manót, azt ki kell nyírni, vagy ezt megmentettük? Ezt megmentettük. Ezt még leszedem, hogy ne nyafogjon itt. Jó, és akkor kinyírtam őket. Kösz. Na, szereljük össze. Ja igen, közben legalább arra is rájöttem, hogy mire való ez a cucc. Átszáznom kell magam ilyen kis törzsi manónak. Ezt korábban sokáig nem tudtam, hogy mi a franc ez, de most már rájöttem. Illetve a játék rávezetett. Ó, de meglepő, hogy lebuktam. Ja, és ilyen nagyon jó kukás sapkám van, mert hogy ez így gyógyítást nyom nekem időszakosan. Aha, ezt korábban össze kellett gyűjteni, ezt a valami bogár lárvát, mert erre gerjed ez a gigakukac. Hát, elég érdekes a sztori. Marha jól megvannak ezek csinálva, tényleg nagyon szépen. Wow! Ez jól néz ki. Mint a Mission Impossible valamelyik részében volt ilyen homokvihar, és egyébként ez közeledik? Rohadtul közeledik! Mi a fenét kéne csinálni?
leginkább menekülni. Komolyan mondom, ki nem nézne az ember ebből a játékból olyan mizé grafikai játék mechanikabeli megvalósításokat, amiket megtesz. Na, és akkor át tudom verni a dolgot? Haha, eltűnt a homokvihar. Számít az bármit is. Na jó, keressük tovább a megoldást. Ezt se lehet elkábítani? Olyanokat sebzek már szerencsére, hogy... szarrá dodzsolom az agyamat. Igen, hát ez egy kicsit belerázottam itt az elmúlt kb. 20 órában. Dodzsolásokat csinálok, hogy magam is meglepődök. Nem tudsz eltalálni, köcsög láda! Na jó van. Akkor erről ennyit, igen, és akkor... Jaj, Istenem, mindig belénk köttök, srácok. Olyan cukik vagytok. Vannak már olyan feature-eim, hogy magam is meglepődöm. Na, itt kéne lennie valahol az utolsó templomnak, vagy ennek a kőnek. Megint jön a homokvihar. Anélkül se elég nehéz az életünk. Jó, és akkor most megint menekülni kell a homokvihar elől, vagy csak ez egy átvezető videó volt. Igen, és merre? Erre? Hát innen jöttünk, nem? Jaj, Istenem, hát hány harc lesz még? Kicsit hatékony vagyok, azt hiszem. Itt van valami? Mindig van mindenhol valami. És szerintem ezekből a sárgákból azért sok kitermelhető, nem? Mint ha most már szükségem lenne rá, de... általában ezeknek nem tudok ellenállni. Jó, és akkor ide kell... ó, ott is van valami. Aztán hogy mindjárt nézzük ezt az oltárt is, vagy mi a fenét. Most már marha jó lenne annyi gombócot elérnem, hogy legalább tényleg a... micsoda? Ó, ez egy kulcs. Ez kint kellett egy oszlopnál. Aha, akkor az fogja nekem talán kinyitni az utat az utolsó... az utolsó izéhez. Aha, nem is ez kellett. A kulcsot kellett megtalálnom. Igen, és ott volt valahol egy ilyen figura. Most se tudom, melyik világban vagyok. Az lenne az? Aha, igen. Abba a szoborba be kell illeszteni a kulcsot. Jó, hát ez nem itt van a szomszédban. No, érkezem a szoborhoz, mentsünk egyet. Tűtsük fel magunkat. Már elmentem emellett sokszor, és nem tudtam, miért nem tudom ezt bekapcsolni, de hát nyilván itt sztori szinten kellett előre haladni. Szóval ez tipik olyan játék, hogy tényleg kell haladni a sztorival. Mindig azt szúrom, mert minden játék, vagy okoskodni próbálok, és na majd én a az úttalan utakon megfejtem meg, stb. Itt extrán nem lehet. Konkrétan újabb és újabb területek nyílnak ki, ahol ilyen megoldandó dungeonok vannak, ezek a shrine-ok, ahonnan a köveket kiszedjük, a oltárok, stb. Itt is próbáltam felugrálni már egy jó párszor, mert éreztem én, hogy itt valami lenne, de marhára nem tudtam, most meg így lazán szétnyílt a sziklafal. Úgyhogy ez nehéz lett volna másképp megoldani, mint sem a sztorival előre haladni. És akkor ott a kék cucc, ott lesz valószínűleg az utolsó ilyen kőoltár. Odáig elverekedem magam. Na hát és valóban érkezem végre az utolsó ilyen
kő toronyhoz, vagy kristály toronyhoz, és hát nagy eséllyel ez lesz az utolsó jó kőlapka, mert hogy egy még hiányzik, és ez az utolsó. Ezt már közölte, hogy már csak egy van hátra, illetve hát nem közölte, hanem ugye itt látom a térképnél, hogy már csak egy kristálytorony, ami nincs megoldva. Közben persze az idefelé úton is mindenhol ilyen rejtett szerű barlangok, zsákutcák, stb. Honnan lootolni lehetett. Ami egy kicsit zavar, hogy ebből az aranyládából konkrétan a felét találtam csak meg. Kőládából is van még három, illetve még egy ilyen barlangrendszer is. Mindegy, hát majd maximum visszajövök, hogyha zavarna. Ebből néha azért vannak elég trükkösek. Elég lesz ennyi lépés? 1, 2, 3, 4, elég. Igen, szóval ezek jó pufák egyébként, ilyen kis logikai feladványok. Szerintem ezek is pont elég nehézségűek, tehát egy picit gondolkodik rajta az ember, és akkor sikerül. Na, hát akkor ez itt most egy ilyen végtelen kőfalnak tűnik. Hol tudok bemenni? Háló, kérek egy bejáratot. Aha, itt van egy főjárat. Reméljük ez főjárat lesz. Majd mindjárt kiderül. Wow! Igen, szóval ez rohadt jól néz ki. Tehát tényleg komolyan mondom, olyan brutál jó megvalósítások vagy megoldások vannak ebben a játékban. Ez is egy ilyen tele gravírozott kőfal, ilyen szoborfejek, egy csomó növény. Teljesen, halál komolyan mondom, teljesen döbbenetes ez a játék, hogy így kb. Semmi neve, sehol nem hallani róla, és teljesen frankó tartalma van, meg olyan grafikája, komolyan mondom, hogy szerintem egy csomó más játék, amit hűde beharangoznak, az lényegesen szarabb. Na hát akkor most nagy eséllyel, az a baj, hogy erre nem emlékszem, hogy ennek a zónának mi volt a jele, mert ugye a többinek nagyjából megnéztem, ez egy ilyen homokdűne-szerűséget kell valószínűleg kiraknom ezekből a jelekből. Hát várja, nézzük meg még egyszer. Tehát itt a térképen ugye ez. Tehát a bal oldali az egy kicsit kisebb, és alul is bemegy, és a felső, hát majd mindjárt valahogy kitalálom, hogy sikerüljön egy ilyen. Szerintem talán ez az első elem, ez pont ez. A második, hogy kéne párba rakni? Ez esetleg, igen. Akkor mi az alja? Azt már egy kicsit nehezebb lesz kitalálni. Szerintem ez talán ez. És ez meg ez. Wow! Szuper király. Igen, hát azért se olyan nagyon nehéz. Jaj, srácok, már nagyon unalmasak vagytok, most már jó lenne letépni az arcodat véglegesen. Menjél be, a boss majd letépi a fejedet, aztán utána majd legyőzöm a bosst. Ja, most megint. Á, fiúkák, tök cukik vagytok, de már párszor levertem a fejeteket. Okay. Igen, lődözöltek köcsögláda, én is tudok el. Ja, még egy él. Jaj, de cuki vagy. Már nem él. Ez volt az, akit nem lehetett elkábítani, ugye? Ezt egy gyökérládát. Hát akkor téged csak sorozlak. Akkor lehet, hogy azért kell izével egy pajzsal ütni, mert akkor ennek nem a staminája az, hanem a izév. Ez az! Ez egy méltó befejezés volt, mint a Mortal Kombatben egy kivégzés. Szóval, hogy akkor az a varázs ereje volt feltételezem, és akkor visszagyógyította magát ez a kis görény. Igen, hát minden bizonnyal, akkor ez lesz a homok vagy a föld temploma. De hát szerintem ez a következő epizódnak lesz a történése.